Három csapat, a mezőkeresztes, a hajdúböszörmény és a fizes 100%-os teljesítménnyel az NB2 északkeleti csoportjának tabelláján, mögöttük a Máté Szalkai MTK foglalja el a negyedik helyet. A tavaly újoncként ugyanebben a pozícióban végző együttestől tíz játékos távozott, ketten pedig befejezték pályafutásukat, így mind a szurkolók, mind a vezetők előtt kérdéses volt, hogy mire lehet képes az alapos vérátömlesztésen átesett együttes. Az eddigi szereplésre nem lehet panasz, az első fordulóban a Debrecen második csapat ellen 24-18-ra nyert a vakas Krisztina által irányított gárda, majd a megyei rangadón idegenben 23-19-es vereséges szenvedett a költségi esétől a Máté Szalka. Legutóbb a szintén megyei osztálytárs Vitkaes elleni 33-29-es győztes meccsen másfél év kihagyás után ismét pályára lépett a játékosokat eddig csak az oldalvonal mellő segítő edzőnő is. Beálltam a lányokhoz, hát öt góllal sikerült hozzájárulni a mérkőzéshez. Nem mondom, hogy még nem fog játszani, de minden mérkőzésen természetesen nem. Egy bizalmat adtam a lányoknak, tehát egy biztonságot, és úgy gondolom, hogy, hogy kellettem. A Máté Szalkai MTK következő két meccsek keretbe foglalja a tabellát, mivel szombaton a sereghajtó otthonába látogatnak Hürecskáig, majd a lista vezetőt fogadja a Szalka. Most utazunk a Zsolcára, hát ő a tabella végén van, tehát természetesen a két pontot haza kell hozni. Inkább az utána való mérkőzésre készülünk a mezőkeresztes ellen. Én nagyon reménykedek abban, hogy ott is a kettő pontot el tudjuk hozni. A megyeveli csapatok közül, a költség a bűcsöt, a vitkeese pedig a Fizesapont fogadja a hétvégi fordulóban.